Sziasztok! Ebben a videóban folytatjuk a korábban félbehagyott munkamenetet. Ugye az előző videóban megnéztük, hogyan is épül fel a oldal, áttekintést adtunk, hogyan is működnek a skópok, és ezek mellett pedig a primer foglalkoztunk. Most először is gyorsan megnézzük, mire is jutottunk a kezdőállapotból az előző videó végére. Most veszünk egy pillantást, hogyan is néz ki anyagunk az elsődleges változtatások után ehhez először nagyítsuk ki a timeline nézőkét, ideiglenesen becsukjuk a szkópokat, válasszuk a fittet, és nézzük meg, hogyan is nézett ki a videó eredetiben. Ehhez válasszuk a Bypass Color Grades and Fusion effects et és ugye láthatjuk, hogyan is mutatott alapvetően a videónk. Ugye a munkafolyamat során ez a lehetőség bármikor hasznunkra lehet, hogy lássuk tehát a kezdőállapotot. Ugye a szkópon jól látszik, hogy a kezdőállapothoz képest visszavettünk a gainből, illetve visszavettünk a liftből is. Most röviden a primarizen belül nézzünk meg egy másik lehetőséget, ez pedig a primaries bars vagy color bars lesz, majd Nézzük meg a görbéket picit. A color bars esetén ugye a különböző tónus tartományok szerint, tehát ugye lift, gamma, gain, ezek esetén külön-külön tudjuk állítani a vörös, a zöld, valamint a kék csatornát. Tehát példaként, ha mi a csúcsvényeket akarjuk picit melegebbé varázsolni, akkor ugye két lehetőségünk van. Egyrészt megfogjuk ezt a csúszkát, lenyomjuk, és most a példa kedvéért felhúzzuk, hogy látható legyen. Ugye, két dolgot tapasztalunk, hogyha nézzük a képet, illetve a szkópot. Ugye a csúcsfények tehát értelemszerűen elkezdenek elvörösödni, függen attól, hogy milyen mértékben változtatjuk a csúszkát, persze ez visszafelé is igaz, tehát vissza is húzhatjuk. És ugye, mint látjuk, és ez a Da Vinci alapbeállítása, és most a szkópokra kell, hogy nézzünk, ugye a peréden vagyunk, hogy gyakorlatilag együtt mozog az összes skála. Tehát alapvetően a pirost változtatjuk, és ugye, mint látszik, hogy a csúcsfényeket, tehát alapvetően arra vagyunk kihatással, de a rendszer, és ugye ez a DaVinci alapbeállítása, próbálja kompenzálni a többi színcsatornát is. Ezt most visszavonjuk. Most nézzünk meg egy érdekes dolgot. Az Elmix, vagyis Lumamix, alapértéke 100 van. Na most, hogyha ezt visszaúzzuk, lehúzzuk nullára, és ugyanúgy változtatjuk a gain akkor ha megnézzük, most nem bántja a többi csatornát. Tehát csak a piros, és a piroson belül a csúcsfényekhez nyúl hozzá. És példaképpen megnézzük az offset esetében ugyanezt. Vegyük most a kék csatornát. Ugye az offset az egész jelet változtatja, és a kék esetében, ugye lumamixünk nullán van, gyakorlatilag a kék csatornát tudjuk tologatni. A lumamixnél kiemelendő, hogy ez csak akkor működik így, ha a saturation az 50-es alapértéken van. A saturation hamarosan fogunk foglalkozni még ennek a videónak a keretében. Hasznos lehetőség lehet, ha mondjuk azt akarjuk, hogy a Luma Mix az tartósan nullán maradjon, hiszen, ahogy mondtuk, az alapbeállítása a standard a 100. Tehát 100, amikor módosítja, kompenzálja a többi csatornát az általunk állítotthoz képest. Most ahhoz, hogy ez fixen nullán maradjon, a következőképpen tudjuk megtenni: File, Project Settings, majd. General Options, és be kell pipálnunk, hogy Luminance Mixer Defaults to 0. Ezt leokézzük, akkor az alapklippek esetében, ahol még nem bántottuk, ugye ez erre azért nem lesz igaz, mert már belenyúltunk a példakedvéért, ott visszaállítja a Lumamix értékét nullára. Ezt most mi egyenlőre nem használjuk. És most pedig kukkadsuk rá picit a görbékre. Ugye nézzük meg, hogyan is kell értelmezni a görbéket. A görbének a bal felén, tehát az X tengelyen, a legsötétebb árnyékok vannak, és ettől haladunk jobbra, tehát az X tengelyen, és a jobb felén pedig a legvilágosabb csúcsfények találhatók. Az Y tengely pedig a kimenet. Ugye most jelenleg lineárison van, tehát a görbe segítségével a lineáristól való eltérését tudjuk beállítani. Most példaképpen foglalkozzunk az árnyék régióval, válasszuk ki az összes csatorna összekapcsolását, tehát nem csak a luminanciára fog vonatkozni a módosításunk, mint az így az előbbiekben volt. Hozzáadunk egy pontot, majd ezen a ponton ha felhúzzuk, akkor látjuk, hogy az árnyék régiót fogja nekünk világosítani. Ezt visszavonjuk. Ugye nagyon fontos, hogy az egyenes vagy görbe két végpontja, ugye a bal felén a sokszor emlegetett black pointot állítja, a jobb felén pedig a white point. A felső sarokban levő lehetőséggel pedig lényegében a kontrasztot tudjuk állítani. lehetőségünk van továbbá finom hangoltan állítani a csúcsfényeket, illetve az árnyékokat. Próbaképpen állítsunk kicsit a csúcsfényeken ezzel a finom hangolásra való eszközzel. Ha visszahúzzuk, akkor lényegében a csúcsfényekből vágunk le. A görbék esetén egyébként még több hasznos lehetőség is a rendelkezésünkre áll. Ilyenek például a Hue vs. Hue, Hue vs. Saturation, Hue vs. Luminescence, Lum vs. Saturation, Saturation vs. Saturation, vagy a Saturation vs. Luminescence. Ugye most alapvetően az elsődleges módosításoknál tartunk, de a másodlagosak esetében majd ezek közül fogunk párra példát mutatni. Most pedig áttérünk a fehér egyensúlyra. A egyensúly nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a képünkön legyen fehér, ami valójában fehér. Tehát, amennyiben arra nincs kimondott igény, vagy nem célunk valamiért, ne legyen feleslegesen a kép sárgás például, de ne legyen például feleslegesen túl kék sem. Azt mondhatjuk, hogy a egyensúly beállításánál arra kell törekednünk, hogy gyakorlatilag, és ugye, mint mondtuk korábban erre kitűnő eszköz a paréd, hogy a három színcsatorna az lehetőség szerint egyenlő legyen. Ugye esetünkben az itt felvett anyagoknál már eleve arra törekedtünk, hogy rendben legyen a fehér egyensúly, tekintettel arra, hogy most jelenleg nem róban dolgozunk, tehát azt nem tudjuk utólag precízen beállítani. Finom hangulásra természetesen van lehetőség nem csak ró esetében is. Végezzünk egy ilyen enyhe finom hangolást úgymond ezen az első klippen. Ugye, mint látjuk, hogy itt nagyon picit, a kék régióban, a gén tartományban, és azon is belül inkább és most ehhez válaszuk a korábbiakban már bemutatott Logville-set, tehát gyakorlatilag a highlights tartományban a kék egy picit elcsúszik. Picit ráközelítünk, itt lényegében az égről van szó. És vegyünk vissza egy nagyon keveset, és ehhez nézzük a perédet, a highlights kék csatornájából. Körülbelül ennyi elég lesz. Hogy tovább ismerkedjünk, szokjuk, hogy mire is jók ezek a beállítások, most példaképpen megmutatom, hogy hogyan is néz ki, hogyha nagyon visszahúzzuk a kék csatornát ebbe a highlights tartományba. És elkezdem visszahúzni, és ha megnézzük az eget, akkor gyakorlatilag egy ilyen csúnya, sárgás-zöldes szint kapunk. Ugye ezt most természetesen nem akarjuk megtartani, csak próbáltam demonstrálni, hogy mi is történt a highlights-szal. Ezt persze nem csak így tehetjük meg, hanem használva a színkereket is. Ugye az előbbiekben láttuk, most visszamegyek az elrontott állapotra, hogy gyakorlatilag a színkerékben elment ebbe a gyakorlatilag sárgás színbe a rendszer. Azzal, hogy visszavontuk a kéket. Ez visszavonom. Ugye ezt természetesen mi is megtehetjük, de választhatunk mondjuk picit pirosasabb bárnyalatot. A példa kedvéért nézzük meg. Most ugye jelen esetben, tehát és látjuk kizumolva, gyakorlatilag az éghez adtunk hozzá egy jelen esetben felesleges pirosas árnyalatot. Vonjuk ezt vissza, és maradjunk ennél a kvázi jól beállított fehér Ugye a fehér egyensúly kapcsán informatív lehet a már emlegetett, ugye show picker RGB value, ami ugye most be volt kapcsolva, hagyjuk így, és mondjuk megnézzük pont az eget, és akkor látjuk, hogy gyakorlatilag hasonló értékek vannak mind a red, mind a green, mind a blue channel esetén. Vagyis az egyik a másikhoz képest lényegében nem nagyon csúszik el. Ugye lehetőség van a fehér egyensúly beállítására a következő módon is. Ugye most itt egy pixel, ami gyakorlatilag majdnem tökéletesen szürk picit úgymond a gréja javára egy érték, és ha mondjuk azt mondjuk, hogy beszeretnénk állítani a fehér a másik módon, akkor rávegyünk a white balance-re, megkeressük ezt a pontot, rákattintunk, és ugye, mint látjuk, kb ra jó volt a beállításunk, hiszen a rendszer is gyakorlatilag egy pici módosítást tett. Itt most ugye magát az eszközt akarjuk megérteni, tehát nem egy teljesen matematikailag pontos rendszert akarunk bemutatni. Most ránézzünk a többi snitre, Ugye itt gyakorlatilag azt mondjuk, hogy lényegében jól van beállítva a fehér egyensúly. Harmadik, azt mondjuk, hogy itt is, ugye ezt látjuk a perédről. Ugye a negyedik snit az meg gyakorlatilag a második snitt anyagához tartozik. Most pedig rátérnénk a szaturáció a szintelítettség beállítására. Ehhez két eszközt fogunk megnézni, ugye tehát a saturation és a Color És megpróbáljuk demonstrálni, hogy a kettő között mi is a különbség. Ugye elviekben a Color Boost a kevésbé szaturált színek változtatását teszi lehetővé úgy, hogy az erősen szaturált részeket annyira nem módosítja. Tehát, hogyha adunk például egy lilás árnyalatot középtónusba mondjuk a rendszerünknek, és elkezdjük a szaturációt állítani, lefelé, tehát csökkentjük az értékét, akkor szép lassan a lilás információ, a lilás szín információ is eltűnik. Ezzel szemben, ha a color boostot elkezdjük csökkenteni, akkor ezt a lilás középtónusban megjelenő, erősen szaturált állapotot megtartja. Most picit szaturáltabbá tesszük a képünket. Most mondjuk azt, hogy ennyi elég, most hozzuk vissza a klipjeinket, és nézzük meg egy lehetőséget, hogyan tudjuk például ezt a szaturációs értéket alkalmazni a többi snitre. Ehhez kijelöljük mi Ctrl gomb segítségével a többi klippet, majd Color Ripple No Changes to Selected Clips. Ugye, mint látjuk, ezek esetében is megkaptuk ezt a szaturáltsági értéket. Egy másik lehetőség a klippek szinkronizációjára, hogy jobb klik az adott snitten a nézőkében, majd grab still, és gyakorlatilag, hogyha a gallerybe megyünk, akkor itt megjelent az adott still. Most átmegyünk a másik klipre, rákattintunk, magára a tírre, és azt mondjuk, hogy apply grade. ugye mi ezt nem feltétlen szeretnénk, csak megmutattuk a működését, ugye mert jelen esetben ami a liftbe, a gamma, a génybe, vagy adott esetben az offsetbe, illetve az egyéb részeken került beállításra, azt ezen a stillen keresztül, ezen a kiragadott képen keresztül teljes egészébe átvitte a harmadik snitre. Visszavonjuk, eltüntetjük a timeline-t. Klipjeink összehasonlítására kitűnő lehetőség az úgynevezett image wipe. Ugye jelen esetben ez a harmadik klip van kiválasztásra, menjünk az image wipe-ra, majd ugye tudjuk módosítani, hogy melyiket válasszuk ki, és így gyakorlatilag a két kiválasztós snittet tudjuk összehasonlítani. Ugye ez megjelenik a Parade esetében is, ugye úgy, hogy most már félbe van vágva, és az egyik fele az egyik kép, a másik fele pedig a másik kép, és ez mind a három színcsatornára igaz. Ugye ahhoz, hogy melyik képből mennyit mutasson, középen rákattinthatunk, és ennek a mozgatásával be tudjuk állítani. Persze nem csak hosszába, horizontálisan, hanem vertikálisan is elválaszthatjuk. Jól látszik, hogy bizonyos szempontból picit sötétebb, kicsit máshogy alakul az első snitt. Most a logvíz segítségével picit korrigálunk az első snitten, hogy jobban igazodjon a másik háromhoz. Mondjuk azt, hogy így. Lényegében a mittont, a highlightot és az offsetet is állítottuk. Mindez tehát a logwheel szembellin. Ezt most bezárjuk. Végül pedig hasznos az úgynevezett lightbox, amivel gyakorlatilag egy összképet tudunk kapni a snitjeinkről. Ebben a videóban lényegében ennyit szerettünk volna elmondani. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, like iratkozzatok fel, Tartsatok velünk legközelebb is, amikor a másodlagos korrekciókkal fogunk foglalkozni. Sziasztok!